Sziasztok! A mai videó ezúttal nem egy napi vlog lesz, hanem egy vlog végre, ami nagyon régen volt, ugyanis több napot fogok... Szóval, mert ebben a vlogban több napot fogok belesűríteni. És úton vagyunk Görögországban, Mátéval, életünkben először ketten nyaralni, és nagyon izgatottak vagyunk. Ezúttal most Macedóniába tartunk, mert Skopjéban megpihenünk egy napot, úgyhogy tartsatok velünk! Ha mentek a Lidlbe, ezt mindenképpen kóstoljátok meg, mert ez nagyon-nagyon-nagyon finom. Nekem ez a kedvencem, és kifejezetten finom az almás. Oké, most kellünk át a röszkai határátkelőnél, és én nagyban keresem a kerítést, amiről annyi cikket lehetett olvasni, de itt nincs kerítés. Na, túl vagyunk félúton, levezetett a kis drágám 400 kilométert eddig, és megálltunk, hogy megegyük a világnak a legegészségtelenebb ebédjét. De most ez nekem nagyon jól esik, kint kb. 33? Mennyi? 36 fok van odakint. Megyünk nyaralni, háj! Elmondja nekem valaki, hogy a határnál miért tolják az emberek az autójukat? Mert ez már kb. A tizedik, amit látok, hogy a határnál az emberek nekiállnak tolni az autójukat. Oké, szóval megérkeztünk a hotelszobába. Nem, és ez egy apartman, és ennyi az egész. 15 euróért szerintem, teljesen árérték arányos. Egy éjszakát fogunk úgyis itt maradni, mindjárt megvágom a videót, és most pedig valami vacsi után nézünk. Ez a nagyon kis ini-mini-manimo fürdőszoba. Neked még hasznot veszem ma. Oké, ne bánjátok a fejem meg, úgy egyáltalán utoljára reggel sminkeltem, de itt vagyunk most már Makedóniában, Skopjában. Skopjában. És look at this! Milyen szép környék. Jaj, nagyon szép hely ez. Nem is számítottam erre, ezt nézzétek. Szia, kis Mitkerson! Röhögni fogtok, de én egyáltalán nem tudtam, hogy Skopje Makedóniának a fővárosa. Én azt hittem, a Máté random kiválasztott egy autópálya mellett, autópálya vagy autóút mellett lévő kis városkát, ahol majd megszállunk, és erre ezt választotta. Nagyon jó, nagyon tetszik. És most 40 fok van kb. Az autó szerint 40 fok van, és este. Látjátok a fejemet? És keresünk egy éttermet. Oké, szóval ez a vacsoránk, megint ultra egészségesek vagyunk. Ez nagyon finom, ez valami zöld almás, tudni? Ez pedig sajtburger, úgyhogy nyama! Srácok, én azt hittem, hogy a tegnap esti arcomnál csúnyábbat nem fogok már nektek mutatni. De ám lássátok, 2 órája állunk a makedón-görög határban, és Mátéval a ruhánk egy merő víz. Víz! 40 fok van odakint, a kocsiba 50, és hogyha áll az autó, nincs benne légkondi, mert túl melegszik, úgyhogy... De mit mondtál az előbb, Máté? Hogy? De ez is kaland. Ja. Kalandosan szaunázunk, immáron 2 órája a határban, nagyon élvezem. Énekel! Drop the beat. Ezt hívják úgy, Mátékám, hogy zaj. Ez a zene már? Ez a már a muzsika szó? Oké. Srácok, nyugtassatok meg, hogy nem csak úgy csináljuk ezt. Én egész gyerekkoromban ezt csináltam a tesómmal, akárhányszor mentünk Horvátországba. Na figyelj, készen állsz?
újra, de... Oké, megérkeztünk ide, nézzetek! Srácok, megérkeztünk, és nem akarok hinni a szememnek! Te ezt látod, ide nézzetek! Mindjárt leborulok! Jaj, nagyon örülök! Mindjárt be is megyünk! Várjatok! Balról a harmadik a mi hajónk. Onnan fognak kijönni értünk, én már látom is. Egy csónakkal kijönnek értünk, és azzal fogunk bemenni. Én mindjárt összeszarom magam, hogy őszinte legyek. Annyira izgatott vagyok.